Édesanyjához érkezik látogatóba Andor Béláné. A koronavírus miatt az elmúlt 3 hónapban nem lehetett látogatót fogadni az idősek otthonában. A hölgy azt mondja, március 8-a óta hétfőn látta először édesanyját. Ha tegnapi nap lettek volna itt, én még most is meg vagyok hatva, de nem tudtam megszólalni. Tehát én egyszerűen csak a sírás kerülgetett, egy gombot szólt a torkomba, úgyhogy nagyon jó, most felszabadultunk. Június 8-ával enyhítettek a járványügyi helyzet miatt hozott korlátozásokon az Egyesített Szociális Intézményben. Ennek lehetőségét az egészségügyi miniszter és az országos tiszti főorvos engedélyezte a hónap elején kiküldött levelükben. Hétfőtől már látogathatták a lakókat a hozzátartozók szigorú szabályok mellett. Nem teljes körűen nyithatjuk meg az intézményt. Mi is különböző szabályokat hoztunk, amelyek hangsúlyoznom kell, az itt lévő, itt élő idősek védelmébe hoztuk. Tehát lehet, hogy túl szigorúnak tűnünk most, de még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy eddig sem volt az intézményben koronavírusos fertőzés, és ezután sem szeretnénk, hogyha ez megjelenne. Az idősek otthonába kizárólag a fő bejáraton lehet belépni lábfertőtlenítő használata után. Maszkot és kesztyűt kell hordani az érkezőknek, illetve nyilatkozni kell arról, hogy az illető nem koronavírusos, és a környezetében sincs ilyen. Készételt tilos bevinni, csak csomagolt élelmiszert lehet, melyet az ESZI munkatársai fertőtlenítenek. A lakóhoz egy időben egy vendég érkezhet 10.30 és 11.30, vagy 13.30 és 15.30 között a hét minden napján. A látogatási idő maximum 20 perc, 14 éven aluli gyermek nem léphet be az intézménybe. A szobák mellett lehetőség van az intézmény udvarán is eltölteni a látogatási időt. Vörös Éva március 6-án találkozott utoljára édesanyjával. Megmondom őszintén, hogy hatalmas hála és köszönet azoknak az embereknek, akik itt dolgoznak, mert végül is lehetővé tették, hogy minden nap tudtunk beszélni, illetve messengeren át láthattuk is anyukámat, és ez egy óriási megnyugvás. Illetve tudtuk, hogy rendben vannak, gondoskodnak róluk, vásároltak, plusz pénzt adtunk. Az ESZI vezetése arról tájékoztatta televíziónkat, hogy az enyhítések kizárólag a látogatásokra vonatkoznak, az idősek továbbra sem hagyhatják el az épületet. Az idősek otthonában folyamatosan készülnek a további nyitásokra, amint erre a rendelkezések is lehetőséget biztosítanak.